A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a műsor kéthetes nyári szünete után. Nálunk volt nyári szünet, azonban a politikában egyáltalán nem mondható el, hogy uborka szezon lett volna, úgyhogy lesz ma témánk, bőven mutatjuk is. Széteső vasúti közlekedés, tiszapárti kórházjárás, elvett mobilok, kirúgott iskolaigazgatók és az Iványi Gábor féle iskolák bezárása, valamint ötlet a határon túli magyarok egyéni képviseletére, így indul a politikai ősz Magyarországon. Eközben a választási földrajz szakértői szerint a kormánypártok még a saját 14 éve megalkotott és elfogadott választási törvényüket sem tartják be. Kovalcsik Tamással, a választási földrajz társalapítójával beszélgetünk. Kétségbe esett szülők próbálnak iskolát találni a kormányhivatal által bezárt Wesley iskolába járt gyerekeiknek Szegeden. Az iskolát fenntartó Oltalom Karitatív Egyesület jogvédelmet kért, ha sikerrel járnak, legalább a bírósági tárgyalás végéig nyitva maradhat az oktatási intézmény. Vendégünk a stúdióban Novákné Finta Csilla, a szülői munkaközösség elnöke, és ifjabb Iványi Gábor, a Wesley iskola lelkésze. A kórházi osztályokon hőmérőző Magyar Pétertől és az összeomló MÁV-tól volt hangos az augusztus. Miközben politikai értelemben véve egyáltalán nem volt uborka szezon úgy, ahogy az lenni szokott, a hagyományos ellenzéki pártok azonban mégsem tudták annyira hallatni a hangjukat, de a kormányfő is meglepően háttérbe vonult. Az olimpiai sikereket és augusztus 20-át leszámítva még csak nem is posztolt a nyár utolsó hónapjában a miniszterelnök. Vagyunk a Ján Ferenc délpesti kórház, hatalmas kórház konyháján. Itt főzik a 6-700 betegnek az ennivalót minden nap. Az itt dolgozók mondták, hogy már nagyon régóta jelezték, hogy fenészesek a szellőzők, és egyébként omladozik a tető. 3 hete voltak itt felmérni, és még nem tudják, hogy mikor fogják megjavítani. Mérjünk itt egy hőmérsékletet, hogy elvileg dolgozik a klíma, azt mondják. 35 fok van. Sorra járt a Magyar Péter a kórházakat nyáron, hogy megmutassa az ott uralkodó körülményeket. Ezek a problémák természetesen nem új keletűek, viszont a videóknak hála ismét közbeszéd tárgyává váltak az áldatlan állapotok. Magyar Péter nem működő klímákkal, fertőtlenítő és WC-papír hiánnyal, valamint penésszel is találkozott. Persze ezeket a kormány mind cáfolta. Nem penész található a plafonon, hanem a főzés során, ahogy a zsír kicsapódik, arra esetlegesen por száll, és azt találta ott Magyar Péter. Semmiképpen sem penészt. Unja utas, unja hábos, mondjon le a Lázár János! A Momentum, a Szikra mozgalom, az Ahang és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt közös megmozdulással követelte Lázár János építési és közlekedési miniszter lemondását Szegeden múlt hét csütörtökön. A nyáron ugyanis a folyamatos késések mellett több baleset is történt a vasútvonalakon. Augusztus végén egy hét alatt a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar közlekedése is megbénult, ezzel fennforgásokat okozva az egész országban. Az állapotok ellen Vitézi Dávid volt közlekedési államtitkár is felszólalt, ezzel pedig elindult egy Facebookon zajló üzengetés közte és Lázár János között. Utóbbi nemrég egy miniszteri tájékoztatót is tartott a MÁV csoportnak. Erről szóló posztjában elmondta, 850 milliárd forintot fordítanak majd a vasúti sínek újítására, illetve a járművek fejlesztésére. Majd kiemelte azt is, hogy a magyar államvasutakról szóló kép kialakítását nem hagyhatjuk önjelölt vagy frusztrált közlekedési szakértőkre. Valamint, hogy van a magyar vasútnak elég baja, nincs rá szükség, hogy álfideszes ellenzéki vagy álellenzéki fideszes politikusok még csúsztatásokkal és hazugságokkal is hergeljék ellene az utasokat. Az nem jogállam, ahol a jog az állampártot és nem az állampolgárokat szolgálja. Az nem jogállam, ahol mindenféle jogalap nélkül el lehet távolítani egy iskolaigazgatót, vagy békésen tüntető diákokra könnygázt lehet lőni.
Elkezdődött az iskolai tanév, de ahogyan az az elmúlt években megszokottá vált, most sem volt tüntetésmentes az első nap. Budapesten a 7. kerületi Madách Imre gimnázium igazgatójáért tüntettek, akit azért mentettek fel 24 éves munkája után, mert a belügyminisztérium új rendeletével ellentétben ő kijelentette, nem fogja elvenni a diákok mobiljait. A tüntetésen a budapesti Wesley János óvoda általános iskola és gimnázium intézményvezetője Iványi Júlia is felszólalt. Iványi Gáborék intézményeit ugyanis néhány nappal az iskola kezdés előtt törölték a nyilvántartásból a kormányhivatalok. A szegedi iskola a tanítás előtti utolsó munkanapon, vagyis pénteken értesült arról, hogy azonnali hatállyal megszüntették a működésüket. Ez egy nagy hülyeség. Miért? Azért, mert én nagyon szerettem ezt az iskolát, és sok barátom volt. Mintegy 150 sajátos nevelési igényű diák sorsa vált bizonytalanná. A szülők kétségbe vannak esve, hiszen több gyermek van, akit nem fogad a kormányhivatal által kijelölt iskola. A családok 4 napot kaptak arra, hogy beírassák a gyerekeket valahova. Utána jönnek az igazolatlan órák, aminek a vége a családi pótlék megvonása is lehet. Vendégem itt a stúdióban Kovalcsik Tamás, a Választási Földrajz Társ alapítója. Szervusz, jó estét! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Ugye összefoglaltunk itt elég sok mindent, és nyilván még nem is fért bele minden ebbe az összefoglalóba. És mi azt mondtuk, hogy hát azért olyan uborka szezon, mint amit szokott lenni július-augusztus tájéken, az most nem volt. Egyetértesz-e ezzel, hogy most nem volt olyan uborka szezon a politikában? Igen, tehát az feltűnő volt, hogy június 9-i választás után lényegében semmilyen leállás nem történt a politikai szférában. Bár ezt én, minthogyha arra emlékeznék, hogy 2015 óta minden egyes nyárnak a végén megállapítjuk, hogy nem volt uborka szezon, hiszen ugye általában ilyenkor történik a tusványosi beszéd, ilyenkor történik akár majd így szeptember elején ugye a Kötsei piknik, tehát hogy ez az uborka szezon kifejezés, ez ugye a 2015-ös illiberális demokrácia óta lényegében én azt gondolom, hogy megszűnt, mint olyan létezni, és a politikusok megpróbálják ezt az időszakot is felhasználni arra, hogy tüzeljék a szavazóikat, vagy a támogatóikat. Ez különösen igaz volt. Tehát abban teljesen igazat adok, hogy ez különösen felfokozott volt ez a nyári időszak, főleg, hogy ugye a kezdetén volt egy konkrét választás is, ahol ténylegesen meglepetés eredmény született, főleg a kormánypártokat szerintem lepte meg igazán ez az eredmény, úgyhogy mindenképpen egy érdekes szezonra számíthatunk, és aki azt mondja, hogy a 2026-os országgyűlési választási kampány az már közel van, vagy hogy már én azt gondolom, hogy az országgyűlési választásnak a kampánya már februárban már elkezdődött, és lényegében egy ilyen folytonos kampányidőszakban vagyunk egészen 2026 áprilisáig. És azt gondolom, hogy ez most egy rendkívül turbulens időszak lesz. Most, ha itt már felhoztad tusványost, ugye rendkívül érdekes és összetett a helyzet. Tényleg a korábbi években az volt, hogy még tematizálni tudta Orbán Viktor tusványosi beszéde nagyjából az egész augusztus, tehát amikor illiberális demokrácia, fajok keveredése, ugye ezek voltak most az elmúlt években például, egy hónapig lehetett értelmezni, hogy mire is gondolt. Idén viszont nincs olyan, amire emlékezni fogunk. Tehát nem ő tematizált. Ha megnézzük az augusztust, akkor inkább Magyar Péternek sikerült tematizálnia. És a ráadásnak Orbán Viktor nem posztolt, gyakorlatilag eltűnt a közösségi médiából. Természetesen az olimpiai érmekre arra posztolt, igen, nyilvánvalóan, megadott egy nagy interjút sporttémában. De közéleti témákra nem, tehát láthatóan nem engedte azt, nem akarta, vagy nem találta az utat hozzá, hogy Magyar Péter által felvetett embereket feltételezhetően érdeklő, komoly problémákra reagáljon, tehát MÁV, kórházak, ugye. És természetesen nem azt akarom, hogy értékeld egy másik elemzőnek a véleményét, csak ide hozom, Lakner Zoltán erre például azt mondta a Szabad Európa podcastjában, hogy szerinte Orbán Viktor most először kivételesen elvesztette a realitás érzékét, és ezért nem reagált ezekre, mert nem tudott mit. Nem tudom, hogy te mit gondolsz, mi volt az oka ennek a feltűnő hallgatásnak?
abból a szempontból igazat adok Lakner Zoltánnak, hogy a realitás érzéke most így nincs a helyén, de én azt gondolom, hogy 2014 óta a belpolitikával Orbán Viktor nem igazán foglalkozik, vagy olyan szinten nem foglalkozik, ami mondjuk a belpolitikai eseményeknek a nap mint nap történő irányítása, hanem ezt meghagyja más politikai szereplőknek a saját táborán belül, és ő lényegében 2014, vagy inkább 2015, ugye amikor volt a menekült válság időszaka, azóta ő a nagy politikai térfélen játszik, és ugye az egyik leginkább azért a tusványosi beszédből megragadó mondat az ugye a magyar nagy stratégia is erre utal, vagy a nagy rendszerváltás, világrendszerváltás is erre utal, hogy Orbán Viktor lényegében 10 éve nem belpolitizál, hanem ezt meghagyja másoknak, másod, akár harmadvonalas politikusoknak. Ugye látható is volt, hogy például Magyar Péternek az egészségügyi akciójára vagy kórházlátogatására, például Vitályos Eszter reagált egy Facebook videóban, vagy Gulyás Gergelyt állították oda a Kormányinfón, és ez azért lehet újdonság Orbán Viktornak, ez a belpolitikai cselekvő képtelenség, vagy nem cselekvése, mert eddig nem volt rá szüksége. Tehát lényegében 2013 és 2019 között a világban volt egy konjunkturális időszak, ami kicsapódott Magyarországra is, az emberek egyre jobban éltek, az emberek egyre többen dolgoztak, és lássuk be, a reálbérek jelentős mértékben növekedtek, ezáltal a kormányfő megengedhette azt a luxust magának, hogy egyáltalán nem beszélt be a politikai eseményekről. Aztán jött a Covid 2020-21-22, amikor az egész világ a világra figyelt, és nem feltétlenül a belpolitikára. Jó, voltak itt különböző belpolitikai események, de azt is a világpolitikai kontextusban lehetett értelmezni. Nem volt feltétlenül magyar specifikus történés, ami úgymond a belpolitikát borzolta volna. Máshol is szenvedtek az egészségügyi intézmények, máshol is le volt terhelve ez a szféra. Igazándiból most itt a rekordmagas inflációs rátával 2023-as gazdasági nehézségeknél jött az a tapasztalat a magyarságnál, hogy itt valami a többi európai országhoz képest, vagy akár a közép-európai versenytársainkhoz képest teljesítünk rosszabbul. Hát minden mutatóban maradunk le gyakorlatilag. És Bulgária is már ugye az átlagos fogyasztásban például megelőzte Magyarországot, ezt már az emberek a bőrükön érzik, és emiatt van az, hogy például Magyar Péternek ezek az akciói célba találnak. Tehát, hogy ne felejtsük el azt, amikor valaki ostorozza mondjuk a hagyományos ellenzéki pártokat, hogy eddig ezt miért nem csinálták, amúgy a politikában nagyon-nagyon fontos az időzítés. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mikor megyünk be a kórházba, és mikor kezdjük el fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy amúgy milyen állapotok vannak. Magyar Péter kiválasztotta azt az egy vagy másfél hetet, amikor mindenki attól szenvedett, hogy meleg van, és akinek nem volt klímaberendezése, az pontosan tudta, hogy az mennyire elviselhetetlen az a meleg bent a lakásban, vagy bent a házban, ezáltal átélhető volt. Kiválasztott egyetlen egy témát, ami az emberek széles tömegei számára átélhető, és nem egy olyan bonyolult egészségügyi kérdéseket vetett föl, amit általában amúgy az ellenzéki pártok rendre próbáltak tematizálni, de az emberekhez eljuttatni ezekkel az üzenetekkel lehet olyan helyzetben, amikor amúgy az emberek fogékonyabbak is ezekre az üzenetekre. Itt egyébként ugye Magyar Péter megjelenése egész közéletet átírta, és lehet, hogy valahol aránytévesztés, hogy valahol mindent Magyar Péter tevékenységehez viszonyítunk, de hát nem nagyon tudunk mit tenni. Hiszen augusztusban ő volt az, aki tulajdonképpen tematizálni tudta a közéletet. Na most, ha megnézzük a kormányzati reakciókat, mi történik, az történik, hogy Mencer Tamással, én tényleg bohózatba élően, vagy nem is, te azt mondom, viccesen oltják egymást a Facebookon, szinte mint két kamasz olyan laza stílusban, de lényeg az, hogy Mencer Tamás tulajdonképpen
mondjuk azt, hogy partnernek tekinti, nagyon lekezeli Magyar Péter, de szóba áll vele. Lázár János ugyancsak. Orbán Viktor az, aki negligálja. Szerinted van egy leosztás, hogy jó, azért vissza is kell vágni Magyar Péternek, de mondjuk a miniszterelnök ne tegye, mert akkor felemeli. Ugye mindig tudjuk, hogy a kormány nagyon szeret játszani ilyen kettős játékot, hogy különböző szín. Hát ez a jó zsarú, rossz zsarú tulajdonképpen, hogy szerinted ez történik-e? Valóban, tehát szerintem Orbán, van ez a narratíva, hogy Orbán Viktor emelte föl lényegében a kegyelmi botrányt, és ő tette azzá, amúgy ez elsikkadt volna. Van ez a narratíva. Én nem feltétlenül osztom ezt, de valóban, és szerintem Orbán Viktor ebből tanult is egy kicsit, hogy nem szabad megszólalni, mert azzal fölemeli az ügyet arra a szintre, ahol ő van. Visszatérve arra, amit az előbb kifejtettem, ő már a magyarok vagy a szélesebb támogatói csoportjában, ő már tényleg azon a szinten van, ahol Donald Trumpokkal, Joe Bidenekkel, Vladimir Putyinokkal van egy szint, a támogatói szemében, tehát ő már világpolitikai tényező. Bocsánat, hogy ne haragudj, hogy közelvágok, nem tudok most pontos adatot idézni fejből, de mondjuk az orosz barátságot az egyértelműen Fidesz szimpatizánsoknak is egy jelentős része, nem mondom, hogy a többsége, de jelentős része nem nézi jó szemmel. Tehát rendben, hogy ő el tudja írni, hogy találkozik Zelenszkijjel, Putyinnal, Trumppal, csak hogy ez egyértelműen hozza neki a konyhára, vagy visz, azt azért nem tudom. Az egy másik kérdés, ebből a szempontból belemehetünk ebbe is, de ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy most ő orosz baráta vagy nem, azon a szinten van, ahol amúgy a képen is látható úriember, tehát hogyha már ezen a szinten lévő ember visszareagál a belpolitikára, ott valami súlyos dolog van. És szerintem ezt megtanulta a kegyelmi botránnyal kapcsolatban, de az már, hogy másod vagy harmadvonalas kormányzati szereplőknek kénytelen reagálni, kormányzati szereplők kénytelenek reagálni Magyar Péterre, na ez már azt mutatja, hogy itt valamit már mérnek. Ugye azt mindenképpen szögezzük le, hogy a Fidesz-KDNP kormányzat mindent és mindent is mér. Tehát, hogyha azt mérik, hogy valami érdekli a választói csoportot, főleg az ő választóikat, akkor arra reagálni kell, akár hogyha ellenzéki részről, akkor reagálni kell valahogy, meg kell magyarázni azt a Fidesz-KDNP szavazóknak, hogy amúgy mi zajlik, és miért tematizálódik valami, ami nem a kormányzati oldalról érkezik. Úgyhogy már az, hogy reagálási kényszerben van a kormányzat, már ez hatalmas teljesítmény, ezt lényegében az előválasztás óta szinte nem láttuk, és ott is csak egy-két hétig. Tehát, jó, utoljára akkor tudott tematizálni a hagyományos ellenzék, mondjuk most nevezzük így, amikor az előválasztás volt talán, igen. És ez is egy érdekes kérdés, ugye nagyon sokan mondják, nehéz vele vitatkozni, hogy lássuk be, Magyar Péter világon semmi újat nem mond. Tehát, hogyha megnéznénk, lenne egy újságíró, venni a fáradtságot, és MTI-t végig szemnézve megnézné, hogy az elmúlt 10 évben, vagy csak az elmúlt 5 évben, az ellenzéki pártok hány sajtótájékoztatót tartottak az egészségügy mindjárt összeomlik tematikában, nem tudom, biztos, hogy 100 felett lenne a szám. Tehát azt tudnám mondani az ellenzék, hogy de hát ezeket mi is elmondtuk, csak valahogy nem ment át. Ahogy ezt mondani szoktuk, nem ment át, és az, amit Magyar Péter csinál, ahogyan csinálja, amilyen vehemenciával, most mindegy, ez van, akinek szimpatikus, van, akinek nem, de hogy eljut az emberekhez valamitől, átüti az inger küszöböt, a hagyományosan ezeki pártok meg régóta nem képesek erre. Nem tudom, mi az a recept, amit ő tud, úgy tűnik, hogy tud jobban, mint a többi párt. Egyrészt ő a kormányzati körökből jött, tehát hogyha jól tudom, valamelyik interjújában mondta is, hogy például Varga Judit Facebook oldalát nagyon-nagyon sokáig például ő kezelte. Igen, igen. Tehát neki megvoltak azok a praktikái már, hogy a közösségi médiában amúgy hogyan kell kommunikálni, hogyan kell a figyelmet felkelteni szélesebb közönségben, és ugye arra, hogyha visszaemlékszünk, Varga Judit amúgy a közösségi médiában eléggé népszerű volt, és nagyon-nagyon gyorsan emelte a népszerűségét. Közel nem ilyen mértékben, hogy közel, a Péter, de egyébként igen.
Tehát egyrészt ez, hogy amúgy egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan mondjuk azt, vagy hogyan fejezzük ki. Azért azok a videók, amiket közzétett például Magyar Péter a kórházakról, vagy a különböző találkozóiról, az rendkívül jól meg volt vágva, jól volt fényelve, hatásvadász volt, tehát hogy tényleg tudott gerjedni a közösségi médiában egyrészt. Másrészt igen, a fizikai... Igen, én azt hiszem, hogy ha ebből az évben valaki emlékezni fog valamire, lehet, hogy most már megosztik, hogy kiknél, tehát két-három dolog lehet. Az egyik az biztosan az lesz, hogy Magyar Péter mondja, hogy penész, és kormány szóvivő asszony pedig mondja, hogy nem, az nem penész, nyugodjon mindenki meg, mert zsír a szállópor. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ha valami, bocsánat, de röhög a fél ország azóta is, tehát, hogy egyébként meg közben a kormányzati kommunikáció, amely nagyon jól szokott működni, megbicsaklik, tehát hogy erre ez a válasz lett kitalálva, mert azért ez nem tudom, hogy mennyivel jobb. Ezt nem feltétlenül minősíteném, de valóban, tehát erős és megjegyezhető képekkel operál, és visszatérnék arra a mondatomra, vagy arra a jelenségre, amit már ugye az elején mondtam, hogy van egy olyan helyzet, ahol az emberek érzékenyebbek az olyan szituációkra, olyan helyzetekre, amikor nem működik egy társadalmi alrendszer, akár az egészségügy, vagy akár a közlekedési hálózat, mert mondjuk nekik is egyre rosszabbul megy, mondjuk egyre inkább rászorulnak mondjuk az állami egészségügynek a használatára, mert egyre kevesebb pénzük van arra, hogy mondjuk magánegészségügyet keressenek föl, egyre kevesebb pénzük van arra, hogy autóba üljenek, és egyre nagyobb szükségük lenne mondjuk egy normálisan működő magyar államvasutakra, vagy autóbuszhálózatra, úgyhogy amikor az embereknek a hétköznapi élménye találkozik egy politikusnak az amúgy ténylegesen jól összevágott és tényleg hatásvadász tartalmaival, akkor tud gerjedni ez, és ami még nagyon-nagyon fontos, és amiről ugye a Telexen is volt erről egy nagyon részletes elemzésünk, hogy a fizikai jelenlét is rendkívül fontos. Tehát, hogyha jól emlékszem, akkor 195 helyen kampányolt két hónap alatt Magyar Péter a június 9-i választás előtt, és megnéztük ennek a területiségét, és 20 kiló, tehát nem volt olyan település, aminek 20 kilométer lett volna a kettő kampányhelyszín között? Nem, hanem hogy 20 kilométeres közelben mindegyik település 20 kilométeren belül volt ahhoz képest, ahol Magyar Péternek amúgy volt kampányeseménye. Tehát, hogyha valaki el akart menni bárhol az országban egy Magyar Péter kampányeseményre, akkor nem kellett 20 kilométernél többet utaznia. Na, ez az, amit semmi párt nem csinált meg, szerintem az elmúlt 20 évvel sose. Nagyon elmegy veled mindig az idő, mert rendkívül érdekesek a beszélgetéseink. Még annyira szeretném megnézni, mert úgy el szoktak kerülni az emberek figyelmét, pedig rendkívül fontos kérdés. Ugye te azt mondtad, amit szerintem mi újságírók is érzünk, meg szerintem az emberek nagy része is kezdi úgy érezni, hogy itt a legutóbb, vagy február óta kegyelmi botrányos Magyar Péter megjelenése óta egy ilyen állandó folyamatos kampányba mentünk át, ami 26-ig fog majd tartani. 26 választás. Nagyon sok minden elmúlik, részleteiben nem fogunk tudni belemenni, de ugye mindig szokták mondani, hogy győztes kompenzáció, illetve a választókerületi határoknak az átrajzolása, ez a két dolog, ami nagyon nagy mértékben segíti a Fidesz, nyilván nem csak ez, de ez hozzájárul mindig az ő sikereikhez nektek. Nyár közepe tájéken volt egy hosszas elemzésetek, aminek volt egy fő megállapítása, egy térképpel tudjuk most itt mindjárt a nézőknek illusztrálni, amiben azt láthatjuk, hogy mitől aránytalan ez a választási rendszer, és milyen jelentőség a helyez. Nagyon gyorsan, te is ugye leheted ezt a térképet, meg hát te jól ismered, nagyon gyorsan el tud nekünk mondani, hogy mi az, amit látunk ebbe, és mi ennek a problematikája? A 2011-ben megalkotott választójogi törvénybe a Fidesz-KDNP beleépített egy küszöbértéket, ami fölött nem térhet el egyes kerület az országos átlagtól. Egyes kerületnek a választójogú népessége nem térhet el az országos átlagtól. Miért van ez? Ne
kerüljön egyik választókerület, meg egyetlen egy választópolgár se abba a szituációba, hogy amúgy az ő szavazata kevesebbet ér, mint a máshol lakó választópolgári. Mert ugye minél nagyobb egy település népesség száma, annál kevesebb szavazat, tehát annál kevesebbet ér egy pontosan, embernek a szavazata. És ezt láthatjuk a térképen is, tehát a pirossal jelölt választókerületekben ott nagyon magas a népesség egy választókerületben, tehát például a Dunakeszi választókerületben 97 ezer ember rendelkezik választójoggal, míg a Dombovári választókerületben 57 ezer. Tehát lényegében majdnem duplája a szavazatnak az értéke a Dombovári kerületben, mint a Dunakeszi kerületben, ami ugye azt jelenti, hogy többet ér egy szavazat, és a Dombovári vagy a Tolna megyei választókerületekben kevesebb szavazattal is lehet ugyanazon értékű egyéni mandátumot szerezni, mint akár a Pest megyei választókerületekben. És ugye az a térképen nem látszik, de higgyék el a kedves nézők azt, hogy ugye a kékkel jelölt, tehát a kisebb választókerületekben, tehát azokban, ahol többet ér egyetlen egy szavazat, ott a Fidesz-KDNP erősebb, ezáltal neki az egyéni mandátum szerző képessége ebben a választókerületi rendszerben magasabb, hiszen Pest megyében viszont az agglomeráció, a kiköltözők miatt, ugye a Pest, Budapesthez való vonzódás miatt viszont itt alacsonyabb, tehát itt például jellemzően a Tisza párt, illetve még a korábbi nem óbaloldalhoz, hanem az új politikai erőkhöz tartozó ellenzék, tehát az LMP, a Momentum volt erősebb, így ezáltal az ő egyéni mandátumszerző képességük alacsonyabb volt, ez is hozzájárult ahhoz, hogy például a Fidesz-KDNP ennyire jól szerepelt a választásokon. A másik az a győztes kompenzáció, az még nagyobb súllyal esett alatba, amikor a 2014-es, illetve 18-as választások voltak, hiszen 5-6 mandátum, plusz mandátumot jelentett ez a Fidesz-KDNP-nek, ezáltal, hogyha csak ezt az egy elemet kivesszük, akkor nem is lett volna kétharmada a Fidesz-KDNP-nek 2014 óta egyszer sem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is elemezhettünk veled. Nyilvánvalóan fogunk még időnként. Köszönöm még egyszer, hogy a vendégünk vagy te, szervusz. Én köszönöm, szervusz. Országos felháborodást váltott ki az Éványi Gábor féle Magyar Evangéliumi Testvérközösség budapesti és szegedi iskoláinak bezárása. A szegedi szülők többször is tüntettek a Wesley János iskola bezárása miatt, amelyet ráadásul 3 nappal a tanévkezdés előtt tudtak meg. Nézzük, mi a véleményük mindenről. Nem akarok erős szavakat használni, de szerintem ez egy embertelen, szégyentelen dolog, és jogilag nem tudom, hogy lehet ilyet megengedni egy jogilag rendezett országban, hogy egy nappal a tanév kezdete előtt ilyen történjen. Még ha előbb jelentették volna, valószínűleg az se lett volna megoldás, viszont nem szabadott volna akkor az iratkozás se engedni a gyerekeknek, tehát hogy a szülők mindjárt készüljenek, hogy akár más alternatívát találjanak, viszont szerintem ez egy rossz álom. Ez egy nagy hülyeség. Miért? Azért, mert én nagyon szerettem ezt az iskolát, és sok barátom volt. Akárhogy elmondja az ember, jó, igen, de úgy nem tudja megérteni, csak remeg, retteg, nézeget, retteg, hogy mi lesz, mert kilátástalan a helyzet. Mi szülők is félünk, hát a gyerek akkor nyugtatjuk, hogy semmi baj nem lesz iskola, de a gyerek nem nyugszik meg. És nem csak az én unokám, hanem egy sokkal súlyosabb betegek vannak, mint az én unokám. És azokkal is mi lesz, mert én nem csak az én unokám. Már nem tudom, hanyadik helyen jár az apuka. Iskoláról iskolára megy, és sehol nem, mindenhol elutasító választ kap. Ilyenkor hol van a gyámhatóság, aki védi a gyerekeket? Hol van az a törvény? Hol van itt Magyarországon, hogy a gyerekeket védik? Mert ugye, ahogy ember számban nem veszik már őket, a gyerek... Én csak egy nagymama vagyok a sok közül. Én 4 gyereket főneveltem, én ilyen állapotban még nem voltam. A nagyfiamnak tegnap migrénes rohama volt, a középső gyerekem pénteken örjöngött, a kicsi meg kb. Most kezelhetetlen állapotban van, mind a 3 autista, és nekik az állandóság a legfontosabb.
szégyen gyalázat egy ilyen molinóval itt állni, egy ekkora gyerekkel. Nem az önök szégyenek. Nem az én szégyenem, az ország szégyenek. A felelőseké, akik parancsot teljesítenek. Valakit 9 súlyóval visszautasítottak. 9-ből? 9. Igen. És az mit fog csinálni? Ezt nem lehet tudni, és 4 napunk van rá, mától kezdve 4 nap, ha nincsen beiratva a gyerkőc, akkor büntetés. Milyen büntetés? Azt nem tudom. Kötelező, tankötelező. Igen. Onnantól nincsen tanulói jogviszonya a gyereknek. Családi pótlék akkor? Semmi nincsen, semmi. Akik gyodon vannak, otthonápolásin, vagy gyesen, vagy bármi, az sem fog akkor járni. Másik iskolában mi fog lenni? Mi fog történni vele ezzel a gyerekekkel? Ezekkel a gyerekekkel, akik ide jártak eddig? Ott sírnak, látták, ott zokogtak a kormányhivatal előtt. Miért nem jött le az ispánunk? Miért nem jött le? Miért nem volt ember az emberek, a gyerekek mellett? Miért nem állott? Miért a portást küldi oda? Két vendégünk is van a stúdióban, Novákné Finta Csilla, a szülői munkaközösség elnöke, és ifjabb Iványi Gábor, a Vezli János iskola lelkésze. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó estét kívánok! Sokszor szoktunk ilyen összeállítást készíteni, amelyben bizonyos témakörökről emberek véleményét kérdezzük meg. Én bevallom őszintén, nem nagyon volt még olyan, hogy azt láttam volna, hogy egy ilyen összeállításban majdnem minden második szülő éppen hogy el nem sírja magát, mert egy olyan helyzetben vannak, úgyhogy kezdjük a legfontosabb kérdéssel, nem is tudom, hogy melyiküknek van pontos adata erről, hogy az iskolában hány gyerek járt, és ebből pillanatnyilag eddig hány gyereket sikerült valamilyen másik iskolában elhelyezni. Talán... Nagyjából 150 gyerek járt az iskolába, akinek ugye 80%-a sajátos nevelésű igényű. A ma délelőtti információk alapján nagyjából eddig 40%-uknak sikerült másik intézményt találni a gyerekeik számára. Nem azt mondom, hogy megfelelőt, valamilyet. Ezek a számok változnak, mert folyamatosan értesítenek minket a szülők, megállás nélkül próbálkoznak. Igazából eddig egyetlen napjuk volt, hogy egyáltalán keresni tudjanak bármit. Tényleg van olyan szülő, akit már 8 helyről utasítottak el, sőt, van olyan gyermek, aki már tegnap megkérdezte az édesanyjától, miután a 4. iskolában is elutasították, hogy benne van-e a hiba, hogy ő az oka annak, hogy ide sem vették fel. Visszatérünk majd itt a gyerekek speciális helyzetére, mert hogy ez itt nagyon nem mindegy ebben a helyzetben, de közben azért öntől szeretném megkérdezni egyrészt azt, hogy hogyan zajlott pontosan ez a folyamat, tehát tényleg nem volt-e semmilyen előzetes értesítés, hanem önök felé sem, tehát úgy tudták meg, hogy ahogy a szülőket értesítették, és hogy önök mit gondolnak, hogy ha tényleg ezt az egyetlen utat látta a kormányhivatal, vagy a kormányzat, akkor ezt mondjuk miért nem júniusban közölték a szülőkkel? Ez egy határozat volt, amit mi ütöttünk meg, hogy behozták az iskola ajtaján pénteken délelőtt 9 óra környékén, ahogy erről az igazgatónő beszámolt. Ez valós, amit állítottunk, hogy ez bennünket abszolút hideg zuhanyként érintett, amilyen adatokat kértek tőlünk korábban arra vonatkozóan, hogy ítéljük meg, illetve válaszoljunk a kérdésekre, amik az iskola működtetését, működtethetőségét illeti, azokra mi elküldtük a válaszunkat a legjobb tudomásunk szerint, illetve amikor jöttek ellenőrizni, hogy valóban működik-e az iskola, akkor megállapították, hogy ég a lámpa, az iskola nyitva, működnek a számítógépek, ott, akik kijöttek ellenőrizni, maguk egyébként egy rendkívül oldott szituációban azt mondták, hogy látják, és első lépésként akkor megállapíthatják azt, hogy az iskola működik. Kérdezték tőlünk, hogy működik. Válaszoltuk, hogy jelen esetben igen, működik. Tehát folyamatosan egyébként a működékesség határán táncoltak olyan értelemben, hogyha a tartozásokat nézzük, emlékszünk, mi is többször beszámoltunk róla, hogy egy-két napra elegendő pénzük van, de ez most már nagyon hosszú ideje megy, tehát annál nem volt rosszabb a helyzet ezek szerint, mint korábban. A helyzet mindenképpen olyan volt, amire nézve meg tudtuk hirdetni az évnyitót, és nem kaptunk semmilyen olyan jelzést, ami ebben minket elbizonytalanított volna. Tehát az reális, amit korábban is nyilatkoztunk, hogy ez
hideg zuhanyként, jegesen hideg zuhanyként ért mindnyájunkat, teljesen váratlanul, miközben az elsőseink barátkozva az évkezdéssel pikniket tartottak, illetve azok, akik a gyerekek közül, illetve a pedagógusok közül az évnyitó műsorára készültek, bejártak az iskolába, majd előadták azt a műsort, amit azután a rendhagyó évnyitón bemutathattak a Nagy Imre szobornál. Nézd, térjünk vissza oda, hogy tényleg pontosan lássák az emberek azt, amit a döntéshozók, én nem tudom, hogy mit kezdenek úgy mondjuk a saját lelkükben egyébként ezzel a kérdéskörrel. Hogy az önök iskoláiba, tehát a szegedibe is, a budapestibe is nagy részt szinte kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek járnak, sok esetben autista gyerekek, nem kell sokat tudni az autizmusról senkinek, annyit a legtöbben azért tudnak, hogyha egy autista gyermeket a megszokott hétköznapi rutinjából, közegéből, helyszínekből, amiket ő megszokott, kiszakítanak, akkor ez rettenetes károkat tud okozni, olyan hisztérikus rohamokat, amiből nem lehet kihozni, de erről természetesen meg ön sokkal-sokkal többet tud, hiszen érintett. Tehát egy autista gyermeket például hogyan érint ez a helyzet, amit most a kormányzat egy határozattal létrehozott. Tehát elméletileg egy ilyen nagyon száraz procedúra, de mögött szülők, gyerekek állnak. Alapvetően ez borzalmasan érinti a gyerekeket, tehát hogy sokszor fel sem tudják fogni. Nem tudják igazából elképzelni az életüket a nélkül, az ismerős közeg nélkül, amiben ők belecsöppentek, illetve amiben ők egész idáig tanultak. A legtöbb gyermek ugye rohamot kapott, pánikrohamot kapott, sírógörcsöt kapott, mikor megtudta, hogy az intézményben nem tud visszamenni. Van olyan gyermek, aki még fel sem fogta. Én is érintett vagyok, én még nem tudtam közölni az 5 éves kisfiammal, mert még nem tudom, hogy hogyan mondjam el neki. Mit mond neki, hogy miért nem megy most iskolába, hiszen gondolom, hogy az elmúlt hetekben készítette, hogy mindjárt kezdődik az iskola. 5 éves óvodás. Ja, értem. Úgyhogy ő még abban a hiszemben él, hogy nyári szünet. Ja, hogy nyári szünet, értem. A szülők életét is teljesen fejreállította ez az egész történet, tehát nem csak a gyerekek, itt az egész család sérül. 3 napja mindenki rohangál megállás nélkül, hogy meg valamilyen kiutat találjon ebből a helyzetből, de alapvetően ugye a sok elutasítás az egyre jobban elkeseredettebbé teszi őket. Óránként hívnak fel engem segítséget kérve, hogy bármilyen tanács, vagy bármiben tudok-e segíteni, vagy mondjak bármilyen megoldást, amit én úgy gondolok, hogy meg tudunk valósítani, de jelenleg én sem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Próbálom őket a megfelelő szakszervekhez küldeni, ahol ugye hitelesebb tájékoztatást tudnak nekik adni, de sokszor ott is ellentétes információkat kapnak. A gyerekek rosszul viselik, illetve a legnagyobb probléma szerintem az, hogyha kiszakítjuk ezeket a gyerekeket a jelenlegi környezetükből, és belerakjuk őket egy teljesen ismeretlen osztályba, valószínűleg ismét fel fognak erősödni a tüneteik, azok a tünetek, amiket a Wesleyben a gyógypedagógusok hosszú, kemény, áldozatos munkával le tudtak az elmúlt időszakban dolgozni, úgyhogy nem csak visszafejlődnek, de valószínűleg romlik majd a tanulási képességük, romlanak a magatartási problémáik, ezzel ugye gondot okozva mind a szülőnek, mint pedig azoknak az intézményeknek, amelyekbe bekerülnek. Igen, ide akartam visszatérni, hogy ugye egyrészt, ha jól nem emlékszem, azt mondta, hogy a gyerekek 40%-a talált iskolát, de. Tehát itt egyrészt probléma, aki nem talált, nyilván. De hogy az sem, vagy nem tudom mennyire elfogadható, amikor tanáltak, csak ön úgy fogalmazott, hogy nem biztos, hogy megfelelő intézményt. Tehát egy teljesen általános iskola, amely nincsen berendezkedve speciális igényű gyermekek oktatására, mekkorát árt a fejlődésben, vagy egyáltalán normális esetben, ha ez egy normális eset lenne, felszabadna elvenniük egyáltalán ilyen gyermekeket? Ugye alapvetően ugye nem véletlenül van az autizmus, vagy pedig esenés gyerekek számára a legjobb környezetben az meghatározva, hogy a kis létszámú osztályban vannak. A kijelölt intézményekben sok esetben most ilyen 27-30. Gyermekként kerültek be ezek a gyerekek. Ezek a gyerekek itt nem csak el lesznek nyomva, de alapvetően nem fogják megtalálni azt a nyugodt közeget, amiben ők megfelelően fognak tanulni.
Emiatt nem csak a saját életük keseredik meg, hanem az összes többi gyereké is sajnos, az összes többi gyerekre is hatással lesz abban az osztályban, ahol őket berakják. Nincsenek felkészülve ezek a fogadó intézmények, mert nincs megfelelő pedagógiai háttér mögötte, ami úgymond biztosítja a gyerekeknek azt a szükséges fejlesztést, amit ugye a Wesleyben eddig megkaptak. Az a tapasztalat sajnos, hogy Szegeden a kijelölt intézményekben egyáltalán nem tudják biztosítani a szakszolgálat által előírt kötelező fejlesztési óraszámot. Így ugye ez kérdéses, hogy egyáltalán megvalósul-e majd, vagy ugye tudjuk, hogy sokszor papíron valósul csak meg, de ugye ez a gyerekeink esetében nem vezet eredményre. Arról meg nem is beszélve, hogy nem fognak tudni beilleszkedni, mert nem fogják tudni bírni ezt a 30 fős létszámot. Ugye a Wesleynek ez egy külön erőssége volt, hogy mindegyik osztályban, kis létszámban tudtak a gyerekek tanulni, mindenkire jutott megfelelő idő. Azonnal folytatjuk a beszélgetést. Nagyon röviden most még megmutatunk önöknek egy részletet Iványi Gábor beszédéből. Ugye ma délelőtt Budapesten a fővárosi kormányhivatalnak akartak átadni egy petíciót. Ez nem sikerült, mert a kormányhivatal, bár ez a hivatalos címe, de azt mondták, hogy elköltözött onnan, de nem is ez a lényeg, hanem a petíció, hogy mi szerepel benne, illetve most nézzük meg azt, hogy Iványi Gábor mit mondott ezen a demonstrációban. Ez alatt a 20 év alatt megszámlálhatatlanul sok gyerek tanult nálunk, töltötte értelmesen az idejét, evett napjában háromszor, kapott végbizonyítványt a 8. után, vagy leérettségizett szakmunkás bizonyítványt szerzett, és ezeket a százakat, ezeket a történeteket nem lehet semmisnek tekinteni, már ez értékként megmarad. De mégis éppen ez az, ami miatt ennyire fáj ez a helyzet, és az az embertelenség és érzéketlenség, amit sokszor olyan hivatalnokok engednek meg maguknak, akik nem képzelik bele magukat ebbe a helyzetbe, hogy mi lenne velük, ha azt a ötletet kapnák egy főispántól, hogy vigyék Ibrányba, innen Budapestről, esetleg a gyerekeket Ibrányba, vagy Nyíregyházára, vagy Ózdra, mert ott van egy-egy üres hely még abban az iskolában, ahol persze nem ők beszélték meg, és az iskola nem is tudja igazán fogadni ezeket a gyerekeket. Mindig eszembe jut a gólya és a róka meséje, akik egymást vendégségbe hívják meg. Tehát az ő ötleteik, cinikus ötletek, és embertelenek, elfogadhatatlanok. Külön fáj nekünk az, hogy ráadásul kereszténynek mondják magukat. És akkor folytatjuk a beszélgetést. Ugye az ön édesapja, Iványi Gábor, embertelennek nevezte többek között mindazt, ami most történik. Van-e bármilyen ötletük arra, hogy miért most teszi ezt a kormányzat? Legtöbben azt mondják, hogy mivel az a helyzet, hogy mennyire van nehéz anyagi helyzetben az iskola, vagy hát ugye az érintett iskolák, és egyáltalán a MET, ez nem változott, tehát ez csak valami bosszú lehet, hogy a tanítási időszak kezdet előtt néhány nappal közölték ezt. Tehát ő mit gondol erről az egész folyamatról? Sokfajta információ kering, jutott el hozzánk, hogy mi lehetett ennek a háttérében, köztük van olyan is, hogy célzottan, kifejezetten ekkor és ilyen módon precíziósan lőtték ki a szegedi Wesley iskolát, illetve a budapestit is. Igazából nem találunk rá szavakat, illetve amit mondjuk itt Szegeden főispán úr állítólag nyilatkozott, erről, ahogy egy képviselő úr engem erről tájékoztatott, az az, hogy neki az volt a dolga, hogy a törvénynek megfelelve törvényesen eljárjon az iskolával kapcsolatban, nem azt nézte, hogy mi lesz ennek a hatása és következménye a gyerekekre nézve, hanem hogy mi az a törvényes közeg, amiben neki lépnie kell. De erről nem kaptunk felvilágosítást, hogy tulajdonképpen mi volt, ami őt arra szorította törvényesen,
hogy az iskola kezdés napja előtti utolsó munkanap reggelén bízza meg, vagy bizattassa meg a küldöncöt az ív a papír behozataláról, ami arról számolt be, hogy megszűnt az iskola. Igen, tehát, hogy nem mondja... vagyunk könnyű helyzetben, hogy kitaláljuk ennek az okát. A következményeit, azt mindenképpen tapasztaljuk, hiszen én magam is amennyi időt tudok, bent töltök az iskolában, a szülők, pedagógusok és a gyerekek közt. Nehéz. Most egyébként ugye 2 nap telt el, hát úgymond a tanévből, hogy most bejárnak a gyerekek, csak nincsen oktatás. Hétfőn ugye ez volt, ma már kedden nem tudom, hogy mi volt. Pedagógiai felügyeletet biztosít az intézmény tekintve, hogy a legtöbb szülő még nem tudta elhelyezni a gyerekét, illetve nem tudnak intézni ügyeket, ahogy a gyerekekkel együtt, úgyhogy jelenleg az iskola nyitva van, oktatni nem tudnak, de felügyeletet biztosítanak a szülőknek, hogy legalább ezzel segítsék őket. Erre azért van szükség, mert hogy a tanulóknak több mint a fele még nem tudott elhelyezkedni egyik intézménybe sem. Igen. Nézzük meg azt, hogy mi lehet a közeljövőben. Itt ugye azt lehetett olvasni, hogy Iványi Gábor fontolóra vette, hogy feljelenti Péter Sándor belügyminisztert és Sára Botond főispánt. Utóbbinak egyébként üzent is, hogy ha Jézus főispán lenne, akkor mit csinálna. Itt egyrészt ez a feljelentés milyen jogi alapja lehet ennek, és mennyire bíznak abban, hogy bármilyen feljelentésnek, nem tudom, szép szónak, bárminek lehet olyan hatása, hogy visszafordítható legyen ez a történet? Én úgy tudom, hogy ami ezt a feljelentés szándékot illeti, ez még folyamatban van, nem alakult ki a környezete, amit konkrétan megkértünk, viszont ez az azonnali jogvédelem, ami a szegedi iskola vonatkozásában is beadásra került még a mai napon. Az mit jelentene a gyakorlatban, ha megkapnánk? Ha megkapjuk, akkor ez azt jelenti, hogy fölfüggesztésre kerül az a határozat, amit megkaptunk az iskola törléséről, vagyis az iskola az oktatási jogát teljes körűen visszanyeri, folytathatja az oktatást. Az én jelenlegi tudomásom szerint, míg végleg el nem dől ez a kérdés az iskolával kapcsolatban, az nagyjából fél év, de ez csak egy pillanatnyi... Itt fél év alatt dőlhet el, hogy a birtokvédelemnek helyet az én legfrissebb információm szerint igen. A jogvédelemnek az eldőlése az 8 nap. Maga utána, hogy utána véglegesen visszaállítják az intézmény működését, az dől el. Tehát igazából a jogvédelem 8 nap, ha mondjuk a jogvédelem, megkapják a jogvédelmet, akkor az azt jelenti, hogy folytatható az oktatás? Így van. Így van, míg a következő döntés meg nem születik, ez 20 fél év. Hát igen, csak ugye mondjuk ha egy szülő helyébe képzelem magam, hogy most akkor mit csináljak? Megpróbáljam elvinni egy másik iskolába, mondjuk találok olyat, ami megfelel, ugye a gyermek speciális igényeinek tételezzük fel, és akkor tudom, hogy oda hosszabb távon járhat. Vagy azt mondom, legjobb esetben jó lenne, ha így lenne legalább, hogy már ezt is lehetőség, hogy járjon továbbra is a Wesleybe, amit szeret, amit megszokott, bár nem tudom, hogy ez az iskola meddig működik. Mit mond ilyenkor egy szülő, vagy önök mit mondanak a szülőknek? Mit mond egy szülő? A szülők nagy többsége jelezte, hogy amennyiben van rá lehetőségük, vissza akarnak jönni, mert a legtöbb intézményben, ahogy említettem, már sokadikként kerülnek be, vagy pedig ugye kvázi előírtan kötelezték ugye az intézményt, hogy vegyék fel a gyerekeket, úgyhogy a szülőknek hatalmas kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy mi várja őket a fogadó intézményben. Nagyon sokan azt mondták, hogy visszajönnek, amint van erre lehetőség. Alapvetően ugye a jogvédelem, hogyha ez most kvázi az a rövid határidő alatt kiderülne, hogy sikerülne megkapni, és vissza tudnánk nyitni az intézményt legalább, hát én nagyon bízom benne, hogyha sikerül visszanyitni legalább erre az tanévre vissza tudnánk nyitni, akkor tudnánk biztosítani azt a lehetőséget, amit mondjuk a legrosszabb helyzetben lévő tanulók vannak, azok a 12. évfolyamos gimnazisták, akiket mindenki, de tényleg mindenki elutasított.
és már a Facebookon könyörögnek a szülők, hogy bárki, akinek van bármilyen információja, ahol autizmussal diagnosztizált gyereket fogadnak gimnáziumban, és lehetőséget adnak arra, hogy a 12. évfolyamos gyerek megpróbálhasson leérettségizni, akkor segítsék őket, mert jelenleg nincsen olyan gimnázium a körzetben, sehol sem, ami autizmussal diagnosztizált gyermeket fogadna. Erre azt adták a kormányhivatalban egy szülőnek válaszként, hogy eddig erre nem volt igény. Akkor jegyzem meg egyébként, hogy 12-es gyermek átvételét elintézi egyik iskolából másikba, nem speciális igényű gyerekeknél sem nagyon jellemző, meg egyáltalán nem is szokták kérni, meg nem nagyon lehet elérni. Ön mit gondol, ez a jogvédelem, ha meg lenne, nyilván be fogunk majd róla azonnal számolni, hogy megkapják-e, mennyire jelent megnyugtató helyzetet? Én azt gondolom, hogy nem fogja fölülírni a kormányhivatalnak, illetve a tanfelügyeletnek azokat az ellenőrzéseit, kontrollvizsgálatait, amiket nálunk lefolytattak, amik egyébként arról számoltak be, ezekről megvannak a dokumentumaink, hogy az iskola Szegeden és a környezetében teljesen hiánypótló. Ami hozzánk a szülőktől visszajött, a környezettől visszajött, a gyerekek visszajelzéseiből visszaérkezett, illetve a pedagógusokból, hogy nincs biztosítva ezeknek a speciális oktatást és nevelést igénylő gyerekeknek a fölkarulása sem a városban, sem a környezetében. Mindenképpen arra számítunk, hogy minden időnt, amink van, arra használjuk föl, hogy ennek az iskolának a működtetését és működését hosszú távon biztosítsuk. Gondolok például arra, hogy a vasárnap esti demonstráción, illetve a hétfő reggeli rendhagyó tanévnyitón is helyszínen, de azt követően online, telefonon, üzenetben rengeteg helyről, Szegedről és országosan is érdeklődnek, hogy mivel járulhatnának hozzá ennek az iskolának a létéhez és működtetéséhez. Úgyhogy hát úgy döntöttünk, illetve arra gondoltunk, hogy hát akkor elindítunk egy olyan kampányt, ha már van alapítványa az iskolának, hogy mindazokat arra kérjük, akik ennek az iskolának a működtetését szívükön viselik, hogy amennyire módjuk van, hát segítsék ennek az iskolának a szolgáltatásait elérhetővé tenni azoknak a gyerekeknek és szülőknek a számára, akik ezt igénylik azon keresztül, hogy az alapítványt támogatják. Én azt hiszem, hogy most mindenképpen megígérhetem a Szeged Televízió nevében, hogy amikor ezt az adást majd utólag is feliratozni fogjuk, úgyis ki fog kerülni számos közösségi platformra, akkor ebben segíteni fogunk, hiszen ez van annyira fontos közérdekű dolog, hogy ebben természetesen mi is segítsünk. Én pedig nagyon köszönöm, hogy a vendégeink voltak ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben, vették a fáradtságot, hiszen gondolom, hogy napok óta körülbelül nem nagyon alszanak. Nem hiszem, hogy ennél szívbe markolóbb, fontosabb történet van most Szegeden, és ugyanez igaz a budapesti iskolákra is, úgyhogy természetesen mi folyamatosan be fogunk róla számolni, hogy mi történik önökkel, a gyerekekkel, a családokkal, az iskolával. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Viszontlátásra. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, és itt is még egyszer akkor felhívnám az önök figyelmét arra, hogy természetesen segítünk ebben, hogy közzé tegyük majd ezt a számlaszámot, illetve annak a pontos formáját, hogy hogyan tudnak segíteni a Wesley iskolának. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!